A hétvégén kisütöttük az Erdélyi Magyar Televízió kolbászát. A kollégákkal közösen ezúttal egy számunkra szokatlan területen tettük próbára magunkat. Megízesítjük a mindennapokat jelmondattal, beneveztünk egy kolbásztöltő versenyre. Napsütés, finom falatok, az előkészített alapanyag és élőzene fogadta a versenyzőket kelementelkén szombaton délelőtt. A versenyt harmadik alkalommal rendezte meg egy Maros megyei húsfeldolgozó cég. Idén a rendezvényt a városból vidékre költöztették, tágasabb és hitelesebb helyet találva neki. Szeretnénk egy olyan hangulatos rendezvényt, ami kötődik a cég tevékenységéhez. Ugye a kolbásztöltés az egy régi hagyomány, és szerettünk volna egy olyan rendezvényt, ami összehozza az embereket, egy kis csapatépítőnek is tekinthető, hagyományőrző, és tényleg kicsalogatja az embereket a városból. 8 csapat szállt versenybe, közöttük idén először az Erdélyi Magyar Televízió Sava Borsa is. A csapatkapitányi tisztet az adásrendezőre bíztuk, mivel ő rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal a kolbászkészítés terén, ám a titkos hozzávalót közösen adtuk a recepthez. Nagyon nem lehet elrontani a kolbászt, tehát hogy megvannak az alapösszetevők, a só, paprika, bors, és azon kívül mindenki hozzátesz valamit. Na, hogy mi mit teszünk hozzá, az tőlünk függ. Azt hiszem, hogy mi egy kis ilyen csapatmunkát, egy kis lelkesedést tudunk hozzátenni. Noha a kolbász kapta a főszerepet, a részvétel igazi célja a közös munka egy idegen területen, és ezáltal a csapatépítés. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az RTV-t ilyen alkalmakkor is, csak ilyen helyzetekben is lássák. Ez egy jó alkalom a nézőkkel is valamilyen formában találkozni. És a másik nagyon fontos dolog, hogy mi magunk is egy másfajta helyzetben csapatként újra egymásra találhatunk, és kicsit másképp megismerhetjük egymást. Az 5 tagú zsűri 11 szempont szerint pontozta a csapatokat. A kolbász íze mellett a tálalás, illetve a csapat hangulata is sokat nyomott alatban. Szerintem az alapdolog a nyersanyag összeállítása és a fűszerezés. Csak annyit tudok mondani, hogy mindenki azon igyekezzen, hogy használja a régi fűszereket, só, bors, fokhagyma. Ezen kívül vannak magánízlések, hogy lehet tenni egy kis köménymagot, lehet paprikát. A kolbász kisütése után kezdődhetett a kínálgatás, kóstolgatás, receptcsere. A rendezvényt végül az eredményhirdetés zárta. Az Erdélyi Magyar Televízió a 4. helyen végzett. Idén a hurkás pingvinek gyűjtötték össze a legtöbb pontot.